Úristen, mi történt vasárnap délután? A SpaceX űrtörténelmet írt, mi pedig a technikai kihívások ellenére illusztris csapattal, Esztivel, Őrsel és Bálinttal együtt élőben közvetítettük az eseményeket, amit landoláskor több mint 5300-an néztetek velünk. Köszönjük! De lássuk, mi történt lépésről lépésre. Sok infót zúdítunk rátok, biztonsági öveket kérjük becsatolni. Mint minden tesztrepülés, ez is a tartályok megtankolásával kezdődött. A SIP, azaz a második fokozat tankolása indult előbb. A metán tartályt a Flight 4, azaz a negyedik tesztrepüléshez képest 50 másodperccel hamarabb, T-49:50, míg az oxigén tartályt 100 másodperccel hamarabb, T-48:40 kezdték el megtankolni. A booster, vagyis az első fokozat esetében is volt változás az előző tesztekhez képest, ugyanis itt a metán betöltése 40 másodperccel korábban, T-40:40 kezdődött, az oxigén tankolása pedig furcsa mód majd 3 perccel, nem hamarabb, de később indult meg. Hogy miért? Nos, valószínűleg a tartálypark fejlesztéseinek köszönhetően, ugyanis így kevesebb oxigén forr el a tankolás során. Ami viszont nem változott a Flight 4-hez képest, az a raptorok előhűtésének megkezdése T-19:40, a SIP tankolásának befejezése T-3:20, a booster tankolásának befejezése T-2:50. T-30 másodperckor a repülésirányító kiadta az indítási engedélyt, T-10 másodperckor beindult a vízelárasztásos rendszer, T-3 másodperckor megkezdődött a hajtómű indítási szekvencia, tehát először a belső 13 hajtómű indul, aztán a 20 külsőből 15, végül pedig a maradék 5 külső, kisebb tolóerő. Fontos info, hogy a fokozatok hajtóműveinek működését a képernyő bal és jobb sarkában lehetett nyomon követni az élőadás során. És akkor T-0-nál a hajtóművek elérték a szükséges tolóerőt, és megkezdődött az emelkedés. Az emelkedés közben ismét felfedezhetünk kis változást a Flight 4-hez képest. A MECO, a Most Engine Cutoff, vagyis a legtöbb hajtómű leállása 8 másodperccel hamarabb, T+2:33-nál történt meg. Az oka valószínűleg üzemanyag megtakarítás, ugyanis kell a nafta a visszatéréshez is. Míg a Flight 4 esetében ez körülbelül 5500 km/h sebességnél 67 km-es magasságban történt, addig most 5270 km/h sebességnél 64 km-es magasságban. Ezután jött 2:41-kor a hot staging, tehát a második fokozat 6 hajtóműve beindul, még mielőtt a két fokozat szétvált volna. Ez nem sokáig tart, és jött is a fokozat szétválás, a booster és a ship pedig végső búcsút vettek egymástól. Azonnal jött is a booster 12 visszafordító manővere, ehhez hasonlót rendszeresen láthatunk a Falcon 9 indítások alkalmával. Fontos, hogy a középső három raptor végig üzemel a fokozat szétválás során, és a visszafordító manővel során ehhez csatlakozik még az azt körülvevő 10 hajtómű. Ezek így 13-an T+2:45-től egészen T+3:31-ig üzemeltek, ekkor a külső 10 kiszállt a buliból, a belső 3 pedig még 10 másodpercig, azaz T+3:41-ig tolja a rock'n'rollt. T+3:43-kor jött a hot staging ring, vagyis a köztes gyűrű leválása. Ezúttal külső kameraképeken követhettük ezt, szemben a Flight 4 fedélzeti kameraképével. Nagyon érdekes volt jó darabig látni, ahogy együtt zuhannak, fantasztikus látvány volt. Na és ekkor kezdődött az igazán izgalmas rész, amire szerintem a fél világ izgatottan várt. Ugyanis ekkor a repülés igazgató kiadta az engedélyt az elkapási kísérletre, T+3:46-kor. Yes! Mit látunk? Ez a ship. Ez a jobb felső második flap szerintem. Igen. A torony go for catch. Go for catch? Go for catch. Akkor történelmi pillanatok jönnek. A booster végig szabad esésben ereszkedik a hangsebesség 3-4 szeresével, emiatt körülbelül 15 km-es magasságtól elkezd izzani a raptorok hővédő borítása a beszoruló forró levegő miatt. És már itt őrületes látvány fogadott bennünket, és az agyunkat eldobtuk. Majd jött a booster leszállási hajtómű indítása T+6:31-kor, és ami innentől történt, hát az valódi űrtörténelem a javából. A belső 13 raptor hajtómű beindul, és megkezdődik az őrült mértékű lassítás. A raptorok lángcsóvája visszacsap a légellenállás miatt, emiatt az oldalsó tankolópanel fedőlemeze lerepül, és a csővezetékben hátra maradt metán lángra robban, ezt láthatjuk a visszatérés után is még égni.
Közben az egyik hosszanti bordázat kisebb eleme is lerepül, de az alatta lévő nagy nyomású kompozit tartály nem sérül. Majd a 13 Raptorból 10-et leállít a jármű, és a maradék 3-mal megkezdődik az a koreográfia, ami egészen elképesztő látvány volt. Mind a három működik, oda néz! Micsoda felvételek! Úristen, és... Azt nézd meg! Ú, tűnj, kicsit közel van! Igen, kicsit itt hozzáért van! Itt nézd meg, és bent van a chopstick közel! Nem hiszem el! Úristen! És nem. Azt a minden itt összejött! Nem hiszem el! Ilyen nincs! Mi történik? Csicsa Isten, hát ilyen nincsen! Hát ilyen basszus nincsen! Jézusom! Hát ezt nem hiszem el! Hatvan nézd meg, leszállt! Atya Isten! Ez mi volt? Remélem, hogy mindig ekkorát tévedek. Remélem, hogy mindig ekkorát. Ez történelem, gyerekek. Hát ilyen nincs. Ott van, nézzétek, egy kicsit még lángol, reméljük, hogy nem lesz semmi kabum, de... Hagyom fel most már a maradék. Meghaltam. Kedves világ, fogd meg a csörönt, mondja a booster. Nagyon jó. De közelinek látszott egyébként. Nagyon úgy tűnt, hogy azért ott volt egy pillanat. Valami ott azért kicsit lángra kapott. Ez nem jó. De durva. Kihortunk lábon egy szívinfarktust. Csak egy. Csak még visszafogott voltál. Igen. Atya Isten! Mi ez a látvány? Amíg hihetetlen mértékben megdőlt Booster, lassan oldalaz az elkapó karok felé, egy pillanatig az élő SpaceX közvetítésen úgy tűnik, hogy neki ütődik a szervisztoronynak, de más szemszögből készült felvételeken aztán tisztán látszik, hogy erről egy pillanatig sem volt szó. És mire feleszmértünk, már ott ült a gyorsító fokozat az elkapó karokon, T plusz 6 perc 56-kor, a SpaceX pedig olyat vitt véghez, amit még eddig soha semmilyen entitás. Mi pedig nagyon megörültünk, vagyis inkább pontosan megőrültünk. Érdekesség, hogy a chopstickre, azaz az elkapó karokra érkezés után is még mennyi metán és oxigén maradt a tartályokban, a metánt később visszafejtették, az oxigént pedig a szabadba juttatták. És azóta nem tökölt a csapat, ugyanis nem sokkal később ismét visszahelyezték az indítóállásra a Booster 12-t, tegnap, azaz kedden pedig már vissza is szállították a gyártási területre, ahol mérnökök hadafogadta a hős fokozatot. Persze itt bőven nem ért még véget a flight-öt, a Ship 30 második fokozat folytatta az emelkedést, a vákumra optimalizált raptorok T plusz 7 perc 59-kor, a tengerszintre optimalizált hajtóművek pedig T plusz 8 perc 28-kor álltak le. A jármű pedig sikeresen, gond nélkül kijutott a világűrbe, 26.500 km/h sebességgel haladt, 150 km-es magasságban. Ekkora sípre még nagyon komoly feladat várt, hiszen be kellett még majd lépjen a légkörbe anélkül, hogy darabokra hulljon. A visszatérés első jele mindig a plazma fázis kezdete, amikor a plazma láthatóvá válik a jármű körül. Ez nagyjából T plusz 45 perc 30-tól indult, ekkor még 26.700 km-es sebességgel halad a Ship 102 km-es magasságban. Ha emlékeztek még, a Flight 4 során a jobb felső flap, vagyis terelő elem majdnem leszakadt. Szerencsére ezúttal a kár sokkal kisebb mértékű volt. Hát persze most sem volt tökéletes a működése, de ezt a problémát talán a Block 2-es verziójú második fokozat remélhetőleg semmisé teszi majd a flapek kisebb mérete és új elhelyezése miatt. 1 óra 3 perc 30-nál jött a Ship belly flop manővere, amikor teljesen viszintes pozícióban hassal lefelé zuhan a jármű, körülbelül 680 km/h sebességgel 14-15 km-es magasságban. Majd jött a leszállási hajtómű manőver, azaz a függőleges helyzetbe állás T plusz 1 óra 5 perc 23-kor, 330 km-es sebességnél körülbelül 1 km-es magasságban. A vízleszállás tökéletesen látszott ezúttal az ép kamerának köszönhetően 1 óra 5 perc 42-kor, majd a Ship elborult és felrobbant. Hogy az FTS önmegsemmisítő rendszer lépett vajon életbe, vagy magától robbant fel, arról nagyon nincs információnk. És amikor azt hittük, hogy vége, akkor a tesztrepülés végén sikerült meglepni minket egy bójára elhelyezett élő kameraképpel, ami mutatta a Ship 30 utolsó pillanatait, mielőtt a hullám sírba süllyedt volna.
hogy a bója közelébe randolt a második fokozat, az bizony nagyon árulkodó arról, hogy a jármű valószínűleg pontosan odalandolt, ahová tervezték. Összességében a Flight 5 óriási mérföldkő a Starship program számára. És a Flight 6 küldetés talán hamarabb jöhet, mint gondolnátok. Még több információért mindenképpen nézzétek meg a heti Starship fejlemények műsorunk 116. adásának legvégét. Ha tetszett ez a próba jellegű összefoglaló, semmisítsd meg a lájkot, iratkozz fel a csatornára, legyél csatornatag vagy hívd meg minket egy kávéra a Patreonon, esetleg dobj egy szuperköszit, és talán ami a legfontosabb, mondd el nekünk a véleményed lent kommentbe. Addig is a tolóerő legyen veletek. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!